A jászsági népi játékok olimpiája elnevezésű vetélkedő állomáspontjait a Jászjákóhalma önkéntes tűzoltó egyesület tagjai álmodták meg, és a nagy meleget figyelembe véve az árnyas fák alatt rendezték meg. Kerestünk egy listát, és minél régebbi hagyományőrző népi játékokat, ugye próbáltunk összeszedni minél régebbi felszerelés hozzá, hogy ne a modern világban nem műanyag, meg fém legyen benne, hanem a fajátékok, faeszközök, ugye szalmatoló taliga, mosóteknő, stb. Ilyeneket próbáltunk összeszedni minél hamarabb. A rendezők főleg a résztvevők ügyességére számítottak az akadályok leküzdésénél, de volt azért közte olyan feladat is, például a fafűrészelés, amivel a férfiaknak is igen meg kellett dolgozniuk. Az úgynevezett mocsárgyárás állomáson viszont már kifejezetten az ügyesség dominált. A Jász Felső Szentgyörgyi óvónők csapata nagyon szépen rakosgatta egymás mellé a korongokat, és mint kiderült, nem volt nehéz feladat. Nem nehéz, de azért koncentrálni kell, mert ugye nem szabad lelépni a korongokról. Előtte megbeszéltétek, hogy mi a taktika? Nem, csak a feladat bejárásakor beszéltük, hogy mit kell csinálni. A létrában járás szintén azoknak a csapatoknak kedvezett, akik ügyesek voltak, azaz egyszerre tudtak lépni, és főleg gyorsan. Így esélyük volt arra, hogy az akadályt minél rövidebb idő alatt teljesítsék. A zsákbafutás azzal volt nehezítve, hogy mindkét versenytárs az egyik lábával léphetett bele a zsákba. Így kényszerítve voltak rá, hogy együtt mozogjanak. Mint látható, igen ügyesen lépkedtek, és elég könnyedén küzdötték le ezt az akadályt. A diótörés viszont már sok csapatnak fejtörést okozott, hiszen csak sejteni lehetett, hogy a dió mikor ér ki a csőből. Ez még azzal volt nehezítve, hogy úgy kellett ráütni, hogy a dió össze is törjön. Most! Nagyon fontos volt, hogy oda kell figyelni a pontosságra, és egy idővel csapjam le a kalapácsot. Ezek szerint neked nagyon jó figyelő képességed van. Hát, igyekeztem. Melyik volt idáig a legnehezebb versenyszám? Voltatok már másütt? Hát, azelőtt még két versenyszámon voltunk, és hát nekem eddig ez volt a legnehezebb. A szekérkerék emelés viszont már igencsak emberpróbáló volt. Ezt általában a csapat legizmosabb, legerősebb embere vállalta magára. Úgy tűnik, hogy a jászkíséri fiatalember remekül helytállt a kerékemelésben. Mi volt a taktikát, hogy ilyen sokáig tudtad kitartani? Taktikám? Becsuktam a szemem, próbáltam koncentrálni. Nem mondom, a nézelődnek, meg engem is néznek, az úgy zavar. Aztán így szerintem egész jó sikerült. És valamilyen sportot űzöl, hogy azért agyaid elég jó bírták? Hát igazából néha bicikli, néha futás, de nagyon ritkán van kondis. Az ügyességi számok közé tartozott az úgynevezett bigézés is. Együttéssel fel kellett billenteni a bigét, és utána minél távolabbra elütni. A célbadobást igen szigorúan pontozták a rendezők, hiszen a labdával úgy kellett eltalálni a festékdobozokat, hogy minél több leessen a földre. Ami csak eldőlt, azt nem számították bele a végelszámolásnál. A taligás vízhordásnál a fateknőbe belemért vizet ölbe kellett venni annak, aki a taligába ült. A társának pedig körbe kellett tolni a kijelölt helyen. Természetesen a cél az volt, hogy a mérőedény minél hamarébb tele legyen. Nem lett télvizes, tehát ezek szerint aki tolt, az nagyon ügyes volt. Igen, igen, nagyon ügyes volt a párom tolt, és hát ajánlom is neki, hogy ügyes legyen. Melyik volt idáig a legnehezebb egyébként? Hát talán a bigézés volt a legnehezebb, az nagyon új volt mindannyiunknak, de egyébként szerintem szórakoztató volt. Volt a feladatok között egy másik szekérkerék is, amivel már mindenki könnyebben boldogult. Ketten kellett oly módon kormányozni, hogy a vonal mentén maradjon, és természetesen minél hamarébb célba érjenek. Nem tudom, hogy volt a taktikánk igazából az, hogy ne essünk el. Igen. És ilyen sportot képviseltek, hogy amiben a futása előnyben van? Hát igen, szerintem abban vagyunk legjobbak. Igen. A széken ülve való csizmarúgás nem tűnt nehéz feladatnak, de aki messzebbre szánta elrúgni a csizmát, annak jól meg kellett lendíteni a lábát, hogy minél távolabb essen le a láb belé. A népi szokásokhoz tartozik a krumpiszedés, vagy éppen kosárkába. Így ezt is bevették a játékba a rendezők. Természetesen itt is célbedobás volt a lényeg, azaz, hogy minél több burgonya landoljon a kosárba. Amelyik csapat egy kissé fáradt volt, leülhetett.
Fizikailag ugyan pihenhettek egy kicsit, viszont az elméjüket használni kellett a kvízjáték helyes kitöltésére. A veszőkarika célbedobása kifejezetten ügyességi szám volt. Nagyon oda kellett figyelnie annak, aki dobta, meg annak is, aki fogadta. Úgy tűnik a jászárok szállásiak elég sok pontot szereztek, akik egyébként kerékpárral érkeztek Jászjákó halmára. Az ügyesség és az akarás, hogy akarjuk ezt a vetélkedőt, nagyon szeretjük. És a társak, azok sportolnak valahol, vagy mindenki ilyen mozgékony ember? Ilyen mozgékonynak, sportolnak is többnyire, úgyhogy kerékpároznak, futnak, stb., úgyhogy nagyon szeretjük ezt. Hányodik helyen lennétek elégedettek? Hát az elsővel. Nos, Gábor jól számított, hiszen a népi játékok versenyét a felsőszentgyörgyi óvónőket megelőzve a jászárok szállási csapat nyerte az idei jászvilágtalálkozón.